Önök az M-Print Televízió híradóját látják, munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Pataki öreg diákok adományából készült el, ünnepélyes keretek között adták át a Sárospataki Református Kollégium új sportcentrumát. 16. alkalommal rendezték meg Széphalomban a térség legnagyobb gasztronómiai eseményét, a nemzetközi vad és halételtőző versenyt. A pedagógusok munkáját elismerő egyik legrangosabb díjban részesült Tóth Tamás, a Sárospataki Árpád vezér gimnázium igazgatója. 1,2 milliárd forintból valósult meg az a beruházás, amelynek eredményeként új sportcentrummal gazdagodott a Sárospataki Református Kollégium. Az első osztályú nemzetközi kézilabda mérkőzések, valamint kosárlabda találkozók lebonyolítására a Református Gimnázium és Általános Iskola testnevelési foglalkozásainak megrendezésére alkalmas sportaréna a tanintézet egykori diákjainak, Váberer György, Sándor József és Dercó István adományaiból valósult meg. Ünnepélyes keretek között tegnap adták át az új sportlétesítményt. Új sportlétesítménnyel gazdagodott a Sárospataki Református Kollégium. Az építési munkálatok egy évvel ezelőtt kezdődtek és határidőre be is fejeződtek. Ennek eredményeként a 3183 négyzetméternyi alapterületű csarnokban 1218 négyzetméternyi küzdőtér és 850 szurkolónak helyet adó mobillelátó, a 21. századi követelményeknek is megfelelő szurkolói öltözők, bírói és orvosi szoba kapott helyet. A pataki diákok ezentúl fizikai kondíciójukat 110 négyzetméteres, minden szükséges eszközzel felszerelt teremben fejleszthetik. A küzdőtér elektronikusan mozgatható falakkal három részre osztható, azaz egy időben ennyi testnevelési órát lehet benne rendezni. A terem burkolata a ma hozzáférhető legkorszerűbb anyagból készült. A beruházáshoz szükséges 800 millió forintot Váberer György, a fennmaradó összeget Sándor József és Dercó István, egykori pataki öreg diákok biztosították. Az ünnepélyes átadón igét hirdetett Csomos József, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Az elmúlt napokban bejárta a sajtót a hír a Sárospataki csodáról, hogy az alapkő letételtől számított rövid időn belül megépült a Váberer György Sportcentrum. Ennek az épületnek a születése nem az alapkővel, nem is néhány évvel előtte a tervezéssel, hanem jóval előtte. Több mint fél évszázada elkezdődött. Dr. Stumpf István egykori pataki diákként köszöntötte a beruházást. Büszke vagyok azokra az öreg diákokra, akik sikeres gazdasági vállalkozóként jól gazdálkodtak a rájuk bízott talentumokkal, és úgy gondolták, hogy van mit visszaadni annak az alma maternek, amelynek a falai között nőttek fel. Avató beszédében Váberer György a következőképpen fogalmazott. Ez a több száz éves kultúra és múlt, amiben a patak élt, és az a világszínvonalú kulturális örökség, amit hagyott maga után, hogyha ezt fel tudjuk támasztani, és ebben hiszünk, akkor ez újra megvalósulhat. Buzásné Nagy Gabriella, a Sárospataki Református Kollégiumért alapítvány elnöke elmondta, a diákok előtt új lehetőséget nyitott az új épület. A létesítmény lehetőséget fogadni hetente csaknem 100 testnevelés óra megtartására, a kézilabda szakosztály működtetésére, sportversenyek és egyéb rendezvények szervezésére. A szeparálható küzdőtéren kívül modern felszereléssel ellátott edzőterem, öltözők, vizes blokkok és orvosi szoba is helyet kap az épületben. Az ünnepség keretében elhangzott, hogy az intézményben utoljára 140 évvel ezelőtt volt hasonló léptékű sportberuházás. A hétvégén zajlott Széphalomban a térség legnagyobb gasztronómiai eseménye a nemzetközi vad és halételfőző verseny. A 16. alkalommal megrendezett eseményen több kategóriában mérethették meg magukat a csapatok. A főzőverseny ebben az évben is gazdag kísérő programok mellett zajlott.
Jól bevált receptekkel és újdonságokkal is készültek idén a csapatok a nemzetközi vad- és halételfűző versenyre. Már hagyományosan profi, amatőr és vadász kategóriákban vad, hal és pörkölt ételekkel nevezhettek a társaságok. Egy olyan különlegességgel készülök, amit még 16 év alatt, én 14 éve járok a vadfűző versenyekre, de most csinálunk először, mivel saját struccaim vannak, és megpróbálunk egy strucc ételt készíteni. Úgy van, hogy részeges strucc bundában, és különböző körítésekben, meg van háromfajta halételben szintén készülünk, meg külön egy őzlevessel készültünk. Sok ismerős arccal, csapattal találkoztunk a főzőversenyen. Itt voltak idén is, és tájjellegű ételekkel készültek a borsi, sóváradi és óbecsai delegációk, de ebben az évben is találkoztunk olyan társasággal, mely első ízben mérettette meg szakács tudományát Széphalomban. Legelőször Kácson voltunk a vadfőző versenyen, és utána úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk itt is, hallottuk, hogy internet útján kerültünk ide, és megpróbáljuk megmérettetni magunkat. A 16. alkalommal megrendezett nemzetközi vad- és halételfűző verseny és térségi vadásznap idén is azon rendezvények közé volt sorolható, mely megnyugvást, pihenést, kikapcsolódást és szórakozást biztosított a résztvevők számára. Ma arról beszélünk, hogy a 16. vad- és halételfőző verseny egy örömérzetet szeretne adni mindenkinek, aki kijött ide. Én azt remélem, hogy a szakács is, és az is, aki kóstolja az ételt, így fogja gondolni, meg azt is remélem, hogy ezekből az ételekből majd otthon az asztalra a receptek átadása után jut majd, és otthon is elkészülnek ezek az ételek. A csapatok által készített ételek betekintést nyújtottak Zemplén gasztronómiájának színességébe is. Ez a rendezvény felhívja a figyelmet Zemplén szépségeire, turisztikai látványosságára, és hogy emögött milyen munka van. Hiszen itt olyan vad és hal ételek készülnek, amik nem csak a versenyen ízlelhetők meg, hanem az ide látogató falusi turizmusban résztvevő vendégek számára is. Ez mindennapos, azt is mondjam, akár Fűzértől egészen Tokai. A vadásztársadalom számára pedig a főzőversennyel egybekötött térségi vadásznap nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy a nagy közönség elé tárják munkájukat. Ebben az évben például 7 helyen fogunk ilyen rendezvényt tartani, benne egy országos vadásznappal is, és hogy ilyen sok helyen összejövünk, ez is mutatja azt, hogy ezek sikeresek szoktak lenni, mert először elmegy az ember valahová csak azért is, mert érdeklődik vagy kíváncsi, de hogy 16-szor eljöjjön valahová, annak már komoly előzményének kell lenni, és így Széphalom bőven büszkélkedhet előzményekkel. A főzőverseny mellett számos kísérőprogramot biztosítottak a szervezők az érdeklődők számára. Ilyen volt például a trófea kiállítás, a favágó és erős ember verseny, illetve a dínósó. A pedagógusok munkáját elismerő egyik legrangosabb díjban részesült Tóth Tamás, a Sárospataki Árpád vezér gimnázium igazgatója. Ezzel együtt pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma az oktatási intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából elismerő oklevelet adományozott a gimnáziumnak. Mindezt a 25. jubileumi tanévzáron vehette át a díjazott és az iskola. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden esztendőben 3 nagy elismerésben részesíti az arra érdemes pedagógusokat. Az ötvös és az apácai díj mellett a Németh László díjjal jutalmazzák a szakmai tevékenységet. Az oktatási miniszter által adományozható díjat azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiség formálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. Tóth Tamás, a Sárospataki Árpád vezér gimnázium igazgatója részesült ebben a díjban, amelyet Donkó József, a Sárospataki tankerületi központ elnöke adott át számára. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a miniszter úr által adott elismerést én adhatom át.
Ezzel együtt a jubilómi tanévzárón a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő gimnázium miniszteri oklevélben is részesült. A tanévzáró kapcsán a díjazott elmondta, mindig a gyerekek eredményei tükrözik az oktatási intézményben folyó munkát. A korábbi évekhez hasonlóan az AVG diáksága ebben az évben is 4,2-es átlagot produkált, ami egy jó tanulmányi eredménynek tudható be. És a korábbi évekhez hasonlóan nagyon-nagyon sok diákunk pedig középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Az 567 diák közül számuk megközelíti a 300-at. Azt ugyan még nem tudhatjuk, hogy az érettségi vizsgák eredményeképpen milyen felvételi átlagot, statisztikát fognak majd végzős diákjaink számunkra produkálni, de az elmúlt hét két érettségiző osztályának teljesítménye azért nagy bizakodásra ad okot. Mindezek mellett a tanulóink tanulmányi, sport és művészeti versenyeken, országos döntőkben öregbítették iskolánk hírnevét. Ebben az iskolában idén 570 fiatalnak ért véget a 2017-2018-as tanév. Rómában népszerűsítették Sátoraljaújhelyt. A Városok és Falvak Szövetsége jóvoltából Hajdúböszörmény és Hajdúhatház mellett az emténi város is bemutatta turisztikai és gasztronómiai érdekességeit. A Római Magyar Akadémián Janyik Zsolt Ezüstbojtár című produkcióját mutatta be a PG csoport. A koncert után a három település mutatkozott be a római olasz közönség előtt. Nem mindennapi helyszínen és nem mindennapi környezetben mutathatták be Sátoraljaújhely értékeit a város képviselői. A Városok Falvak Szövetségének tagjaként Sátoraljaújhely is meghívást kapott a Római Magyar Akadémiára, hogy egy koncert mellett bemutassa kulturális, idegenforgalmi és gasztronómiai értékeit. Tehát az akadémia rendezvénynek az volt a célja, hogy a Rómában élő olaszokkal ismertesse meg egy kicsit a magyar kultúrát, legyen benyomásra a tájakról, emberekről, gasztronómiáról, kultúráról. Éppen ezért egy PG csoport koncert zajlott az akadémia falain belül, és ennek egy ezt követő rendezvény volt a magyar települések bemutatkozója, ahol Sátoraljaújhely természetesen tokai borokkal, érlelt sajtokkal, mézzel, imásfilmmel, kiadványokkal képviseltette a régiót, és mellettünk Hajdúböszörmény, illetve Hajdúhatház szintén a településsel térségre jellemző termékekkel jelent meg. Az egésznek az volt a célja, hogy Magyarországot népszerűsítsük, és ezt félig meddig a kultúrán, és félig meddig a gasztronómián keresztül tudtuk megmutatni. A Római Magyar Akadémia Róma belvárosában a magyar kultúra népszerűsítését, a magyar-olasz diplomáciai oktatás és kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja. Az általuk szervezett események, programok mindig nagyon magas értéket képviselnek Róma kulturális életében. Ezért volt különleges jelentősége a meghívásnak és a lehetőségnek, hogy Hajdúhatház és Hajdúböszörmény mellett Sátoraljaújhely is bemutatkozhatott ott. Sárospatakon három helyszínen is gazdag kulturális programok várták az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat keretében. A Sárospataki Képtár a Szent Erzsébet ház mellett, természetesen idén is a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma volt sokak úti célja. Bár néhány esemény a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, a többi felkínált programot közel ezren választották kikapcsolódásként ezen az estén. A Múzeumok Éjszakája országos programsorozat ezévi rendezvényének központi témája a családok éve volt. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a hagyományokat is folytatva ezzel számos olyan kulturális programot kínált, amelyek a család legkisebb tagjától a nagyszülőkig tartalmas időtöltésre adtak lehetőséget. Bár meglehetősen hűvös volt az időjárás, mégis ezen az esten közel ezren látogattak el a történelmi falak közé. Fejbúbján holdvilágban, melyet élt sisakkal ködbe! Mi Sárospatakon vagyunk, és ilyenkor azt érezzük, hogy a sárospatakiak minket választanak, tehát alapvetően a sárospatakiakat, legalábbis arcról ők köszönnek vissza, és tulajdonképpen évről évre. Ez egy szívet melengető dolog, hiszen itt vannak sok-sok éve, itt sokan itt születtek, itt élik életüket, és ilyenkor azt érezzük, hogy szeretett, kedves váruknak tekintenek minket, és körbe sétálnak,
tényleg ezt, ugye egy nagy sétát tesznek, ami csak nyitva van, sokakkal tényleg egyik helyen, másik helyen találkoztam, tehát fölmásznak a Vöröstoronyba, végig sétálgatnak a Kazamatába, tehát mindenen végignéznek. A sütőház mellett a Vöröstorony és az ágyújöntő műhely is a programok helyszíne volt. Ennyi év alatt úgy bekerültünk a sárospatakiak naptárába, tehát szívesen választják, és igazi gyerekprogram is, tehát tudják, hogy itt 10 óráig tömény gyerekprogram is van, és anyukák, apukák örömmel nézik a gyerekprogramokat, az idén ez két mesejátékot jelent, de mindig tele van a kreatív program is. Az országos programsorozat és ezzel együtt a sárospatakiak is a családok és kultúra kötelékének erősítését volt hivatott elősegíteni. Halálos kimenetelű baleset történt péntek délután a 37-es főúton Károly falva közelében. Egy utánfutót vontató személygépkocsi ütközött kamionnal. A szél belekapott az utánfutóba, az autó megingott, és a sofőr elvesztette az uralmát a jármű fölött. Az ütközés során a járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A tűzoltók, a rendőrség és a mentőhelikopter szinte percek alatt a helyszínre ért, mégsem tudták megmenteni annak a férfinak az életét, aki péntek délután szenvedett balesetet a 37-es számú főúton, Sárospatak és Sátoraljaújhely között, a Károly-falvai bekötő út közelében. A járművezető súlyos rakománnyal megpakolt utánfutót vontatott. Ez és az erős szél volt a baleset okozója. A szembejövő kamion vezetője próbálta, de nem tudta elkerülni az ütközést. A balesetben a személyautó szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Sárospatak irányába, Sátoraljaújhely irányába közlekedett egy Suzuki Ignis típusú személygépkocsi, a hozzá kapcsolt pótkocsival, utánfutóval, melyen hosszú méretű fa leceket, illetve doboz szállított. Közlekedése során a járműre pakolt áru, illetve a szél miatt a gépkocsi beingott. A gépkocsi vezető az uralmát elvesztette a gépkocsi felett, és a menetirányával szembe lévő, szembe közlekedő tehergépkocsinak ütközött. Az ütközés következtében a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Az utánfutóval történő áruszállításnál fontos, hogy a rakományt úgy pakoljuk fel, hogy a személyautó úttartása stabil maradjon, mondta a közlekedés rendészeti osztályvezető. Utánfutón történő áruszállításnál figyelni kell arra, hogy az utánfutónak a súlypontja ne billenjen ki, tehát az árut ne nyújtsuk túl az utánfutón, mert előfordulhat a mérlegelv, ami alapján a gépkocsit a túlnyúló rakomány súlya megemelheti, és ezáltal irányíthatatlanná válhat. A Sátoraljaújhely és Sárospatak között bekövetkezett baleset körülményeit a rendőrség műszaki igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálja. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Pataki öreg diákok adományából készült el, ünnepélyes keretek között adták át a Sárospataki Református Kollégium új sportcentrumát. 16. alkalommal rendezték meg Széphalomban a térség legnagyobb gasztronómiai eseményét, a nemzetközi vad- és halételtőző versenyt. A pedagógusok munkáját elismerő egyik legrangosabb díjba részesült Tóth Tamás, a Sárospataki Árpád vezér gimnázium igazgatója. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek, ha ellátogatnak a www.zemplentv.hu weboldalunkra. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!